Itt vagyunk Kazinc Barcikán, dr. Fiszter Zsuzsannával, a Mi Hazánk Mozgalom hitelügyi szakpolitikusával, illetve Kovács Attila úrral. És egészen elképesztő, ugye eddig is beszélgettünk már arról, hogy Magyarországon komoly a végrehajtó maffiának a helyzete, és most úgy néz ki, és felkeltünk a kérdést, hogy vajon ingatlan maffia van-e Miskolcon. Egész elképesztő adatok láttak napvilágot, és kerültek el hozzánk. Erről fogunk a mai adásban beszélgetni. Az előbb említette Pakusza Zoltán, ugye, ami az elmozgalom alelnöke, hogy itt több probléma is felmerülhet a elkövetkezendő percekben felvázolt üggyel kapcsolatban, ugye, amit Attila úr fog majd itt előadni. Mi volt is, mi az alapja ennek az egész ügynek, hogy mi a probléma? Itt ugye van egy kör, hogyha jól tudom, és még esetleg a hatóságok is közrejátszhatnak. Igen. Hát mi volt a kezdő momentum? A kezdő momentum az, hogy rábeszéltek egy társasház vételére, de úgy, hogy adósság kifizetésével, azt kell még fizetnem, ez 2017-ben volt, és egy roma, illető kettő arab, egy ügyvéd, meg egy arabnak a barátnője vett részt ebben. 28,25 millió forint értékű készpénzt elsumákoltak, azaz pénzmosás és terrorizmus elleni törvényt megsértve nem írták be az adásvételi szerződésben a társasház vételét. Mi történt ezzel az ingatlannal? Ezt elárverezték? Igen, tehát ezen az ingatlanon, ami 240 millió forintra értékelt az OTP ingatlanpont, egy olyan 60 millió forint értékű adósság volt rajta, de úgy számoltam, hogy ki tudom ezt majd valahogy gazdálkodni, és nyugdíj kiegészítésként majd jó lesz. Azonban nem így történtek a dolgok, ugyanis az ügyvédem 6 hónapon keresztül érdemi munkát nem végzett, pedig 10%-ot kért a jogalap nélküli lakóktól, mert úgy vettem meg, hogy utólag derült ki, hogy minden lakás meg egy üzlet helyiség ki van adva bérletbe. Egy-két évre előre az arabok jóvoltából. 4,7 millió bérleti díjat vett fel például az egyik arab, és ezért nem fizetett nekem senki, és így én nem tudtam aztán kifizetni a, illetve részletekre a, például a építményadót, ami 440 ezer forint volt egy évre, a nyugdíjának az egyharmada. Lényeg az, hogy az alkotmánybíró felesége, ez az ügyvédnő, aki ajánlotta a 6 hónap után, hogy tud egy nagyon jó jogászt ajánlani, aki a végrehajtásokban specialista. Egyből rá is beszélt, hogy legyen fel vele a kapcsolatot, telefonált neki. Oké, felvettük a kapcsolatot, egy hónapig zaklatott, minimális összeget ígért a házért, hogy 5 millió forint, meg 15-20 millió forint az árverési haszonból majd fog adni. Gyorsan csináljuk meg egy hónap után a szerződést, amit késő este 20 és 22 óra között kellett aláírnom, elolvasás nélkül, hátamba ott volt a roma testőre, a helyettese a roma bandájába, és úgy kellett aláírnom ezt a 7 oldalt, hogy el sem olvashattam. Itt van ez az adásvételi szerződés, 18 súlyos hiba van benne, érvénytelenítését kértem már sok helyen, de folyamatban van most már, 2 évig abszolút nem foglalkoztak vele, a legfőbb ügyészség, alkotmánybíróság, készenléti rendőrség, stb. Tavaly újabb dokumentumokat sikerült beszereznem, és ezzel elindították a végre valahára a legfőbb ügyészségen a nyomozást, még továbbadták a központi főügyészségnek. De és miért kellett eddig várni erre, vagy a helyi hatóság mindegyik, hogy szól, vagy igen, mit reagáltak? Mindegyik hatóság elutasította. Tehát feljelentettem az illetőt 2019-ben, mivel nem fizetett egy forintot sem, lenyúlta ezt a 240 milliós ingatlan értékű ingatlant, majd a fotóját ezt bemutatjuk, és a feljelentésemet összevonták a többi károsulttal, ez volt a második egyesített bűnügye. Az elsőt, azt 2016-ban kezdődött, ott 4 sértett volt, a másodikban én voltam a 9. Tehát összevonták ezt az ügyet, és a ügyészségen ment a vizsgálat, a rendőrségen, és úgy, ahogy sok eljárási hiba volt a vizsgálatban, hogy 2022. szeptemberében 4 oldalas
összefoglalót adtam az OREPK-nak, hogy nézzenek már utána, hogy mi folyik itt Miskolcon. Egyedül ez az illető nem tudott pár év alatt 150 ingatlant megvásárolni, csak úgy, hogyha a törvényeket megsértette, meg minden. Több ingatlan is van az ő tulajdonában. 150 ingatlan volt már 2020-ban, és akkor 122 feljelentés volt ellene, de elsumákoltak sok mindent, hogy végül is ez a 9 fő maradt. És hogy vásárolta meg ezeket az ingatlanokat? Mert ugye végrehajtáshoz kapcsolódik. Árverésen vásárolta a legtöbbet. A Kiskondás Gusztáv, vagy Szabolcs? Gusztáv is például. Engem itt is elküldött egyszer oda, amikor már megvette egy bűncselekmény alatt társasházamat. Kérdezem már meg, hogy mennyiért engedi ki a házat, a társasházat. És azt mondta, hogy hát olyan 7-9 millió között szokott kérni a végrehajtó. Ezt elmondtam az illetőnek, ezzel elmentem a Kiskondáshoz, hogy mi van, hogy mondta, hogy személyesen fog tárgyalni vele. Uh-huh. Feljelentésem után a rendőrség nyomozgatott, 2021-ben is még tartott a nyomozás, meghosszabbították 6 hónappal, 2021. szeptember 26-ig, ez azért fontos, mert én augusztusban adtam be egy indítványt, hogy tartóztassák már ezt az illetőt, mert újabb sértettekkel találkoztam, akiket életveszélyesen megfenyegetett, meg egyéb dolgokkal elcsalta a lakásukat. Igen, ebből idéznék, ez egy 6 diplomás tanárnő, ő is feljelentette 2017-ben már, és akkor ebből a feljelentésből idéznék egy kicsit. Ő mindent el tud intézni, azt is, hogy még a mai napon kitegyenek a rendőrség segítségével az utcára, mert az ő kapcsolatai erre megvannak. És ez nem az az ország, ahol ezt nem lehet megtenni. Majd elmondtam neki, hogy úgy fenyegessen, hogy azonnal rendőrt hívok. Itt van még sok folytatása is ennek. Lényeg az, ennek a illetőnek a feljelentését az ügyészség úgy rendezte, hogy a 9-ből kiemelte ezt is, meg utána az enyémet is, majd mondom tovább, és szépen a bíróságra adta, és ahol a többszörös életveszélyes fenyegetéseket igazoló telefonlehallgatások jegyzőkönyveit a bírónő úgy értékelte, hogy távolságtartás. Tehát egy 81 éves nénit is többször megfenyegettek életveszélyesen, és ilyen enyhe ítéletet kapott. Ha ez is benne lett volna abban az ítéletben, amit aztán végül sikerült nekik úgy elrendezni, hogy az én ügyemet is kivették, akkor jóval több lett volna a büntetés. Az indítványomat beadtam az ügyészségnek. Az ügyészség kivette a 9-ből azt az indítványt, amiben kértem, hogy tartóztassák le, és a bankszámláit zárolják. Ez a zárolás, ez nagyon fontos dolog. Ugyanis erre hivatkozott aztán az Alkotmánybíróság, hogy a zárolás nem tartozik az ő körébe. A ügyészség továbbította a járási bíróságnak, és továbbította a Miskolci rendőrkapitányságnak a feljelentésemhez kapcsolódóan ezt a indítványt, csak itt az volt a gond, hogy kiemelték az én feljelentésemet, és összevonták az ár alá vétellel. És utána már a járásbíró is, meg a törvényszéki bíró is csak az ár alá vételre hivatkozott, arra nem, hogy a 240 milliós értékű társasház feljelentését, hogy azt is vizsgálták volna. Ugyanis több helyre megírtam, hogy valótlan tartozási összeget írtak be. Ide a adásvételi szerződés első oldalára például 115 millió forint értéket írtak be, olyat is, amiben egy 5,2 milliós NAV tartozás például elavult. A valós összeg 60 millió volt. De ezt egyetlen egy hatóság nem vette figyelembe, se a rendőrség, se a járásbíróság, se a törvényszék. Értem az igazságügyminisztériumnak és Varga Juditkának, még akkor ő volt. Kapott választ? Nem ő tőle, de kaptam választ. A minisztériumnak nincs lehetősége büntető ügyökbe való beavatkozásra. Ennek megfelelően a minisztériumnak nincs jogosultsága a bírósági és ügyészségi döntések felülvizsgálatára, illetve az eljárásokban történő érdemi intézkedésre. Hasonló válaszokat kaptam az Országos Bírósági Hivataltól. A legfőbb ügyészség tavaly végre az új bizonyítékok alapján elkezdte a nyomozást, továbbadta a központi nyomozó főügyészségnek. Az első két levelet, amikor még írtam 2020-21-ben, azt elutasították. Most már a 17. levélnél, amit befogadtak, és a nyomozást folytatják. A központi nyomozó főügyészséghez továbbította a NAV bűnügyi főigazgatója a levelemet. Közérdekű bejelentések miatt nyomoznak a Miskolci járásügyészségen, és ugyanakkor a
az a más két ügyészségen is, amit mondtam. Akkor a központi nyomozó főügyészséghez továbbította a NAV bűnügyi főigazgatója a levelemet. Közérdekű bejelentések miatt nyomoznak a Miskolci járásügyészségen, és ugyanakkor az a más két ügyészségen is, amit mondtam. Most pedig, ahogy bementem a földhivatalba, észrevettem azt most két hete, hogy újra elkezdte az egyik végrehajtó, nevét mondhatom, dr. Karacs Anett, a végrehajtás harmadik licitjét, holott még akkor nem kaptam meg a Kazincbarcikai Járásbíróság bírósági titkárától azt a levelet, amelyben közli, hogy elkezdődött a licitálás. Tehát már hamarabb indult a licitálás, mint ahogy ez a levél jött, de mivel ezt megfelebeztem, így nem lehetne ezt a licitálást tovább folytatni, azonban tovább folytatódik október 31-ig. Tehát ezt is megírtam nekik is, a törvényszék elnökének is, és folyamatban van talán, remélhetőleg leállítják. Időközben ez a mama, mivel ugye szeretnek egymásnak ajándékozgatni, az én ingatlatomat is egy év után elajándékozta, úgyhogy semmilyen adótartozást nem fizetett ki. Az édesanyjának elajándékozta, úgyhogy semmilyen adótartozást nem fizetett ki. Ő meg szépen most, hogy a licitálásban az ismerősöket bevonták, a többi kétharmadot elajándékozta nekik érdekes módon. Közel 400 négyzetméteres üzlethelyiségemre pedig holtig tartó haszonélvezeti jogot adott egy illetőnek. Azt gondolom egészen elképesztő az, amit itt hallottunk a hatóságok működéséről, és jól látszik, hogy nem véletlen az, hogy sokszor elmondtam már, hogy bizony sokkal komolyabb hatósági működésre lenne szükség. Az nyilvánvalóan jó hír, hogy most a végén úgy néz ki, hogy mégiscsak elindult ez a folyamat, és ha jól tudom, akkor írt levelet Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is. Igen, október 4-én lesz a két éve, hogy elküldtem térdévevényesen, sajnos még nem volt idejük válaszolni. Tehát akkor erre a mai napig nem, mai napig választ, nem kaptam választ. Értem. Sajnálattal tapasztaljuk minden nap, hogy a végrehajtó eljárások folyamán nagyon sok visszaélésre adhatnak alkalmat egyébként a jelenleg hatályban lévő törvények. Ugye itt is láthatjuk, hogy nagyon sok ember, mert ugye itt a ügyben érintett személy is ugye az ingatlan maffia szerűséget azért elég erősen kimeríti, hogyha több 10 vagy akár 100 darab ingatlant is olyan módon vásárol meg valaki, hogy árverésen keresztül, az meglátásom szerint az elég mocskos üzletág és mindenféleképpen megoldásért és változtatásért kiállt. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja az, hogy fel kell lépni a már-már ingatlan maffia bizniszszerű működése ellen, és nem szabad hagyni azt, hogy a kisemmizett adósoktól ilyen módon rabolják ki ezeket az ingatlanokat az ő tulajdonjogukból, főleg, hogyha áron alul sikerül ezeket az ingatlanokat megvásárolni, és azokat pedig jóval áron, vagyis licit áron felett szeretnék értékesíteni. Egyébként a jelenlegi törvények ezt a további értékesítés még oly módon is segítik, hogyha egy éven belül tovább értékesítik az árverési vevők ezeket az ingatlanokat üzleti célból, akkor nem szükséges utána adózniuk. Mi pont ezeket a törvényeket szeretnénk módosítani, hogy a adósok kisemmizését ne használhassák fel ezek az erre szakosodott emberek.